és egyébként Sági Szilárdék első vendégeink az ikrekkel is hoztak ajándékot, és akkor most át is megyünk hozzájuk, és megnézzük, hogy mit hoztak a fa alá. Jó reggelt! Na, jó reggelt! És hova tűnt Szilárd? Dolgot elintézni, mindjárt jönnek. Akkor a fél család van itt egyelőre. A fél család itt van, de már mi láttuk a tesót is, hogy itt van. Várjál még, tesót. Majd ott. És már jön is, úgy látom. És már jön a család másik része. Ügyes voltál. Na, szevasztok! Azt mondjad neki, mit csináltunk? Ügyes voltál. Jó, hát a gyerekek így nem lehet, és csücsüly lesz. Most már érezd magad otthon, ülj le szépen itt a kanapénkra. Itt a keverőautó, nyugi most már. De akkor beülök a szánkóba is, amit tudom. A napjaitok nem telhetnek egyébként. Azt nem mondtad, hogy csiga is volt. Készültek ti is az ünnepre. Hogyan? Mennyire mozgatja a gyerekeket, ők még abszolút a Mikulás, és hiszem, hogy nagyon-nagyon mennyire várják a Jézuskát. Hát ők még egyelőre Mikulás lázban égnek, tehát még szerintem majd akkor fogják felfogni, hogy jön a Jézuska, amikor megjött a Jézuska, még nem hevertük ki, még én sem a Mikulást. Na meséljetek! Nem hevertük ki, ez érdekes. Több életben jött a Mikulás, elég nagy a család, úgyhogy nekem ki kellett heverni. Igen, szívem. Most már megvolt a kis dolog, most már mehetünk haza, tudod? Szabi, nézd csak, itt van a keverő. Pont nem voltál otthon, mert ugye dolgoztál éppen a Mikulás. De egyébként nagyjából így volt, de hazamentem. Viszont sajnos én nekem el kellett mennem boltba, és amíg elmentem boltba, pont jött a Mikulás. És a fiúk látták is. A Mikulás? Tehát, igen, ők találkoztak a Mikulásra, csak egy ilyen így felvillant. Otthon a kandalló előtt a Mikulás, és akkor kiszaladt a kertbe, és még tudtunk neki integetni. És ott még szaladgál. Ez egy nagyon fürge Mikulás lehet, biztos, hogy sok dolga volt. Igen. Szaladt egyik helyről a másikra. Igen. Picit ilyen szedett-fedett volt, mert egy piros lepedőben volt becsavarva, meg fehér sérfkötő volt. Amennyi ideje volt neki. Hát igen, meg hát így gyorsan, ez egy ilyen hirtelen ötlet volt szerintem neki, hogy oda beszalad és hoz egy-két ajándékot. De jó. Nézőknek mondom, ha a rébuszokban beszélünk, az nem véletlen. Igen. Ide csücsülj le, vagy nézd meg ott hátul a karácsony. Mi történik egyébként most már, hogy egyre nagyobb az öntudatuk, egyre jobban figyelnek dolgokra, hogy ilyenkor az ünnepeket hogy csináljátok? Tehát azt a fajta titokzatosságot, azt mindjárt a fajta ilyen, ami körülengi, amikor gyerekek vagyunk, és az minden olyan... Hát például így, tehát bennem ez megmaradt, hogy én is gyerekkoromban egyszer láttam így a Mikulást, egy ilyen tört üvegen keresztül, vagy nem is tudom, ilyen matt üvegen keresztül, nagy piros foltot, és ezt próbálom továbbadni. Egyébként meg csodálatos dolog nézni őket, ahogy erről persze egyetlen videónk sincs, hát a Mikulás nem tudott videózni, ez egyértelmű. Az anyu meg teljesen ledöbbent. De hogy ott van egy Mikulás ebben a paningban. De egyébként tényleg, tehát ez a teljes izgalom látszik rajtuk, hogy remegnek, és aztán amikor én még megérkeztem mondjuk például a boltból, akkor mind a kettő szaladt oda hozzám, és mesélte. És mesélte az élményt. Mit történt, mit láttak. Úgyhogy persze, nekünk most ez a legnagyobb élmény. Na és meg a karácsonyfátok lesz, mert ugye egy kicsi gyerek, nálunk, mindig akkorának kell mindig a plafonig. Nálunk mindig a plafonig. Erre nagyon odafigyelek. Viszonylag egyszerű, mert ugye ezt már többször elsütöttem, de nálunk a plafonról lóg le. Tehát alatta... Jó, nekem ez új, akkor kétszer, az én kedvemére kicsit mondta, hogy... Ezt én sem akkor... hallottam. Még annak idején én egy jó erős tippit bele raktam a plafonba, és oda van felakasztva a csúcsánál fogva a karácsonyfa. És nem kell, hát egyrészt nem kell faragni, másrészt nem lehet felborítani, sőt, ha ügyesek vagyunk, akkor hát most már ők is egyre ügyesebbek és nagyobbak, ugye? Szilcsi, nézd csak! Honnan vetted el? Te még én nagyon létsz? Szerettem, mert hogy nem foglal helyet. Nem a karácsony. A talaj fölött, tehát hogy lebeg, mint körülbelül hangszóló. Mondom még egyszer, tehát a gyerek méretétől függően, ha nem akarom, hogy elérjem valamit, akkor azt följebb rakom, és ilyen egyszerű. Most nem visel. Ez nagyon jó. Az egyébként de egyébként a barkácsolásban nagyon jó vagy. Köszönöm szépen. Asztalos úr, ezt hallottuk, hogy asztalos úr vagy. Hát is, meg épület automatizálási
szakember, és a többi, és a többi. Most ez, egyébként ez úgy jön, hogy valahol itt lesz szerintem egy fakanál, mert tegnap, hát nagyjából mire hazaértem, ilyen este tudtunk beszélni a Szilvivel, és akkor így mondja, hogy figyelj, hát valamit kéne bevinni, most szóltak, hogy valami kis ilyen ajándék, vagy nem, azt sem tudom, hogy mi lesz, el lesz árverezve, vagy nem tudom, ki kapja ajándékba. Nézők játszanak. Igen. Köténkénk volt, ezt csak így odadom, majd nem tudom, majd egyszer megmutatod a kamerának. Ezt mondja, tegnap este csináltam ezt a programot, és az marta bele a fakanálba. De jó. Hát, hölgyeim, uraim, aki ezért nem játszik, ezért a fakanálért, nem is tudom. Az van rajta, hogy 2017 karácsony, Sági Szilárd. És ott az én fejem, itt talán így jobban látszik, hát most ez teljesen minden, de mégiscsak legyen egy kicsit személyes, meg gyakorlatilag a saját kezemmel készült. És nagyon szép, ez le van olajozva, vagy nem tudom, valamivel ez le van kenve. Egész pontosan olívaolajjal. Én minden ilyen fa kütyüt, az bekenek extra szűz olívaolajjal. De mi van neked egy ilyen kis műhelyed ott? Nem is olyan kicsi a műhely, de egyébként ez azért fontos, hogy hasznos dolgot is mondjunk. Például a deszkákat is tök jó, hogyha az ember bekeni olívaolajjal, mert akkor utána nem a vágódeszkát. Ugye megveszi mindenki szűzen, és tök szép fehér, igen, és nem tudom, vagy világos, viszont ha bekened olívaolajjal, akkor az eltömíti a pórusokat, és a húslé meg minden nem megy bele olyan Sági szilárdasztalos mester minden napi praktikáit. Életve szakad. És te oda bemehetsz ebbe a műhelybe, vagy ott? Persze, persze. Csak nincs rá időm. Többet töltenék ott szívesen beszélgetéssel, de én is már csinálok, ő is más. Hát én így éjszakánként van, hogy amikor a gyerekek már lefekszenek, és még valami dolgozik kint, akkor kimegyek hozzá, és beszélgetünk pár szót. És most az ünnepre készül valami ott a műhelyben? Egy csomó minden, igen. Tényleg? Persze. Hát például a Szilvi ugye reggel szólt, hogy szeretne valami kis adventi koszorút idézőjelbe, és ez egy ilyen, hát egy fakocka, ilyen kis, szerintem szép, jó minőségű fából, és abban van ugye négy, belemarva négy gyertyahely, illetve ilyen kis hópihe. Igen, hópihe, nem tudom, hát ott még... Azt a három gömböt én raktam rá, szerintem látszik. Hihetetlen az érzéke, hogy azt oda helyezted. És akkor a pöttyök hátul azok nem szú, hanem azok ilyen kis csillagocskák. Egyébként meg az egész, utána át lett kenni egy ilyen festékkel, ami sötétben világít, és utána van megcsiszolva, olajozva, nem tudom, tehát ezt, hogyha lekapcsolja az ember a villanyt, akkor ilyen kis zölden világítanak ezek a hópifot. A hó. De jó. Hát, ugye, és ez úgy volt, hogy mondjuk így egyszer felkeltél reggel, és azt mondtad, hogy Szilvi, én berendezek egy asztalos műhelyt itt hátul. Nem, a műhely az mindig is az én veszőparipám volt, mindig szerettem barkácsolni, aztán így néhány évvel ezelőtt, amikor bejött a 3D nyomtatás, akkor ebbe így belemerültem, 3D tervezés, és akkor ott kitaláltam, hogy oké, van 3D, én nyomtatom, de akkor készítettem otthon egy CNC-t, marógépet gyakorlatilag, egy ilyen nagyot. Most mondd meg ezt az embert, nem egy fő nyeremény, de az. De, egyébként igen. Igen, nem lehet az asszony. Milyen karácsonyozók vagytok, rohanósak, vagy pedig direkt az van, hogy fékbe, és akkor... Hát kénytelenek vagyunk rohanni, mert azért körbe kell szaladni a családot. Figyelj, ez úgy néz ki ilyenkor, hogy fékbe két lábbal, mindketten, és visító fékkel rohanunk. Tehát így nagyjából szerintem ez más, mással is. Egy nap hasszal estek minimum, ugye? Mert ugye azt úgy kell, hogy egy nap. Igen, de hát az az egészséges, csak hát nem annyit. A rohanás mellett én nagyon-nagyon boldog, áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiatoknak, és egy legalább olyan meglepetés a gyerekeknek, mint amit a Mikulás hozott. Nézd, ő már meg is találta. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és ajándékot hoztatok nekünk. Köszönjük.